Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatokat, amelyben szándékaink szerint bemutatjuk a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház orvosait, azokat az orvosokat, akik azt gondolom, hogy a saját szakterületekön nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy ismert lehessen a kórházunk. Vendégem Kovács Ignác, ortopéd főorvos, tisztelettel köszöntelek. Ritka az olyan vendégem, aki ősfehérvári. Egy ősfehérvári orvost köszönthetünk, hiszen Székesfehérváron születtél, és mi érdekes, valamennyi közeli rokonod, mindenki székesfehérvári volt. Nagyszüleid alsóvárosiak, másik nagyszülők felsővárosiak, tehát itt van a feleségem is. És a feleséged is felsővárosi. No, hát egy kicsit beszélgessünk a szülőkről, hiszen ahogy egyszer elmesélted, édesapád volt az az első, aki agronomusként főiskolát végzett, egyébként egy paraszti származású család. Ami nem is csoda alsó és felsővárosban, hiszen rangot jelentett egyrészt itt élni, ezt tudjuk. Másrészt pedig, igen, ez egy nagyon fontos pillanat volt Székesfehérvár életében, hogy egyáltalán létezett ez a közösség alsó és felsővárosban. Néha-néha még visszasírjuk, de beszéljünk inkább a családodról. Édesapám 1930-ban született, és 1960-ban alakult meg a Kossuth mezőgazdasági termelőszövetkezet, ahova aztán ugye őket berakták, nem tudom, hogy mondjam azt most, ugye ma már erről lehet beszélni. Előtte ő nagyon jól értett a bikákhoz, tehát a szarvasmarkákhoz, ezen belül is inkább a bikákhoz. Ő neki mai napig megvan a húgommal együtt különböző díjai, amiket kapott ilyen mezőgazdasági kiállításokon a bika tenyésztésben elért eredményeiért. Tehát elsősorban ő nem annyira földművelő volt, mint az a nagyapám volt. A édesapám viszont inkább az állattenyésztésben tevékenykedett, és ott is volt a mezőgazdasági részben, ugye a Kossuthi Eszben az állattenyésztésnek volt az agronomusa. 1956-ban születtél, ugye ez nem titok, és egy olyan időszakban, amikor más volt a világ, és ez közhely, de ettől függetlenül igaz. Egy kisrác itt Fehérváron milyen jövőképpel indul neki az életnek az általános, illetve a középiskolában? Hát ugye akkor Széchenyi utcában laktunk, ugye, és én még gyalog jártam iskolába, mégpedig a sokaknak biztos, hogy kicsit furcsa azt mondom, hogy a Móricz Zsigmond általános iskolában kezdtem a tanulmányaimat, ami a Széchenyi utcai református templom mellett van. Most úgy tudom, hogy éppen Talentum református iskolának hívják, és oda jártam 4 évig, akkor ez megszűnt, ez az általános iskola, a Móricz Zsigmond, és utána mentem a Petőfibe, onnan kerültem aztán a József Attila gimnáziumba. Fiatalként nagyon sokat jártunk, nagyon sokat sportoltunk, nem úgy, mint a mai fiatalok, és nyüstölem, és ugye nem annyira a fiaimat, hanem inkább az unokámat, mind a kettőt, hogy valamit mozogjanak, sportoljanak, nem a tévé előtt kellene ülni. Tehát a lényeg az, hogy rengeteget sportoltunk, játszottunk, jártunk meccsre, ugye, jártunk fiatalon meccsre, nem messze laktunk ugye a Videoton pályától, akkor még ugye a VT Vasas pálya volt, de aztán a Videoton pályától, és aztán édesapának volt 64-ben egy nagyon komoly autóbalesete, ahol jégésnak hetekig küzdöttek az életért, és valahogy akkor
tehát nem szép magyarsággal lett elhatározva, hogy hát én majd esetleg az orvosi pálya fele megyek, mert annyit foglalkoztunk ezzel az egész gyógyulási témával, illetve az édesapám révén jó pár orvossal megismerkedtünk. Jó tanuló voltál? Tudatosan készültél a szaktárgyakból, hogy orvos leszel? Életemben egyszer voltam kitűnő 8-ban, érdekes módon. Az általános iskola elsőben 1-4-esen volt énekből, mert ugye minisztráltam. Tehát ez volt az én nagy bűnöm, ugye, és édesanyám ment be az igazgatóhoz, hogy hát mi történt, hogy miért pont énekből lett, vagy hát miért nem számtomba, vagy olvasásba, azért, mert minisztrál a fia. Hát teljesen más világ volt, egy kicsit más világ volt. Ugye az első, tehát eldöntötted, hogy az orvosi egyetemre felvételizál, az első két felvételed nem sikerült, viszont már nagyon tudatos volt az a döntés, hogy a mentőszolgálatnál vállaltál munkát. Hát így nem egészen így volt. Vagyis hanem, szerettél volna. Igen, szerettem volna. Igen, 74-ben nem vettek fel, fellebezhettem, de akkor sem vettek fel. Lényeg az, hogy elmentem a mentőszolgálathoz, ahol érdeklődtem, hogy milyen lehetőségek vannak, és akkor ugye ezt valahogy megjegyezte az akkori főorvos. Én közben elhelyezkedtem a kórházban az elme osztályon segédápolóként. Négy kollégámmal együtt, vagy most három kollégámmal együtt, akik minden négyen elvégeztük az egyetemet. És lehet sztorit is mondani? Természetesen. Igen. Tehát ugye viszont a mentőknél meg valahogy nem mondtam vissza azt, hogy én ott érdeklődtem. És egyik nap megjelentek a szülői házban, a Széchenyi utcában a mentősök, és hát kérdezték, édesanyám, nem tudom, hogy Kovács Ignácot keresik. Hát ő az elme osztályon van. És akkor derült ki, hogy hát az Apkaros Géza említette, hogy hát igen. Én hol lakom, mert ők gyerekkoromtól is jól ismertük egymást. Az ő édesapja egyébként sokat kezelte az édesapámat, úgyhogy Gézával én elég jó kapcsolatban, nexusban voltam. És akkor 74-től 76-ig voltam az elme osztályon, és utána felvettek, és akkor Budapestre. Tanulságos időszak volt? Mármint a munkaidőszaka? Mindenképpen. Hát ugye a tulajdonképpen előbb kerültem ide a kórházba, mint a Perjes Fülös úrra kerülöm, mert ugye múltkor szó volt. Teljesen más volt, tehát alig volt orvos. Tehát ma körülbelül több mint 100 orvos van, akkor pedig csak a belgyászaton volt 5-6 orvos. Most pedig a belgyászaton van 70-80 orvos, nem tudom. Mi fogadott az egyetemen? Az egy különleges időszak az emberfia életében. Az orvosegyetem meg egyébként is szigorú, tehát én azt gondolom, hogy a hippokratészi esküig vezető út az nagyon göröngyös is tud lenni. Hát azért egy szerető meleg családból oda kerültem egy kollégiumba, ahol tulajdonképpen kicsit újdonság volt, mindenképpen furcsaság volt. Az, hogy magam ural voltam, félig meddig magam ura voltam, nyilván voltak kollégium vezetők, akik hát azért ott egy kicsikét ránk néztek, de teljesen más volt. Az, hogy még annak idején egy biológia órára, olvasás órára ugye egy oldalt kellett megtanulnunk, itt ugye egy fél évben volt egy 250 oldalas könyv, ugye, amit hát ha nem is bemagolva, de meg kellett tanulni. És aztán ez az első két év volt, ugye gondolom sokan tudják, az első két év ugye a vízválasztó, ugye az orvosi egyetemen, és aki utána már elvégezte az első két évet, akkor utána már nem mentik meg, ahogy a társadalmat tőle. Nagyon fontosak, nagyon sok orvossal beszéltem, akik azt mondják, hogy vannak meghatározó professzorok az egyetemi tanulmányok alatt, akik rányomják a bélyegét a későbbiekre. Nálad voltak ilyenek? Hát a Szent Ágota János, aki az egyik leghíresebb magyar emberként is híres ember, az anatómia professzor volt. Aztán Viszkeleti Tibort tudnám még mondani, aki az ortopédia professzora volt, a magyar professzor, aki a belgyászatnak a vezetője volt.
A szakirányválasztás az mindig vízválasztó az orvos egyetemista számára. Nálad ez hogy történt? Én negyed-ötöd évben én a Tétényi Kórház intenzív osztályán voltam, én éjszakás műszakban betegápoló. És valahogy akkor még azt hittem, hogy én majd kardiológus leszek, mert hát az milyen jó szakma lesz, és aztán valahogy a ötöd év végére már lehetett tudni azt, hogy körülbelül milyen lehetőségek vannak a Fehérvári Kórházban. És több lehetőség is volt belgyászati lehetőség is, de én valahogy mégis az ortopédia mellett döntöttem, mert lehetett volna a baleseti sebészet is, bár kétségtelen, hogy millió órát dolgoztam a baleseti sebészeten is, mint ügyeletesként, ugye, de mégis úgy döntöttem, hogy a Perjes főorvosúra beszélve, hogy ez lesz nekem a... Perjes főorvosúr osztályáról természetesen fogunk beszélgetni, de egy érdekesség, olvastam valahol, hogy eredetileg hajóorvos szerettél volna lenni. Sőt, színész is, azt mondtam, hogy ha harmadszorra se vesznek fel. De ez a hajóorvosság, ez komoly volt? Hát így jól hangzik persze, de lehet, hogy fölmerült bennem egyszer, de hát lehetséges. De most így igazad mondasz, mert valóban egy-két hónapig felmerült bennem az egész, de hát aztán megismerkedtem a leendő feleségemmel. Igen, és akkor fele, aki székesfehérvári természetesen. Igen, és akkor ez teljesen más irányt vett ez a dolog. No, hát Perjes főorvos úrról kell, hogy szó essék. Egy előző beszélgetésünkben bemutattuk őt, de nagyon-nagyon fontos, hogy a személyes sorsodat mennyire befolyásolta az a szakmaiság, amit ő képviselt itt. Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a Kuhár főorvos úr megérkezésével nagyon sok minden megváltozott ebben a kórházban. És ugye Perjes főorvos úr pedig vitte azt a sebészeti osztályt, ami az egyik legfontosabb egy kórházban, egy olyan kórházban, amely fejlődni szeretne. A főorvos úr segítségével ugye, hát most nagy szó, megtanultunk operálni. Mert azért amikor az ember először belevág a szikével az emberbe, én úgy gondolom, hogy neked akár egy laikusnak hívlak, ugye, ez egy nagyon nagy szó. De hát nekünk, aki ezt tanultuk, ugye, és akkor továbbfejlettünk a legegyszerűbb kis műtéttől kezdve, mentünk a nagyobb műtétek fele, ugye egészen ugye mondom, egy kalapácsolj műtéttől, vagy egy pattanolj műtéttől, ami tényleg egy ilyen kétszentés bőrmetszés, attól mentünk ugye a nagy ízületi műtétek fele, gerinc műtétek fele, mindenképpen hát a főorvosom mindig mögöttem volt, és segített, akár volt olyan, hogy megkértem, hogy mert például a teniszkönyök műtéteknél egy időben úgy éreztem, hogy nem sikerülnek ezek a műtétek olyan jól, pedig csak egy kis izmot kell itt leválasztani, és akkor megkértem egyszer-kétszer, hogy jöjjön be már, nézze meg, hogy jól csinálom, vagy mi a probléma. Tehát ő mindenképpen atyáskodott ott fölöttünk. És ha nem is rövid idő alatt, de pontosan időben lettél elismert ortopéd sebész, én azt gondolom, és ráadásul egy olyan időszakban, ugye tudjuk, hogy Székesfehérvár sportváros. És hát külön története van a te szerepvállalásodnak a sportban, hiszen két olyan klubot is szolgáltál, illetve szolgálsz, amelyek a legfontosabbak számukra a jégkorong mellett, tehát itt akkor természetesen először is a Videoton labdarúgó együtteséről beszélek, és az Alba Kompról, vagy most teljesen máshogy hívják, de majd erről is szó esik. Ennek is egy külön története van, hiszen tudjuk, hogy Horváth Lajos doktor, Isten nyugosztalja, volt még az én időmben, tehát a 70-es évek közepétől egy ideig a klub orvosa, aztán egyszer csak feltűntél a 80-as évek közepén, pontosan abban az időszakban, amikor már vége volt az UEFA-s menetelésnek, viszont fiatal feltörekvő csapat és remek edzők voltak nagyszerű játékosokkal, és Kovács Ignáccal csapatorvosi székben. Hát ez úgy történt, hogy a főorvos úr, a Horváth főorvos úr hozta be a Diszlipetit egyszer. Borta baleseti ambulancián dolgoztam, ügyeltem, már nem tudom pontosan, hogy volt, hogy nézzem meg a térdét a Péternek,
És úgy mellékesen megkezdett tőlem, hogy Ignáckám, nem akarsz csapatorvos lenni Vidinél? Egyébként ez 84-ben volt, tehát az UEFA menetelés idején volt, sőt, előtte volt, tehát még a menetelés előtt voltunk. Csak azt mondtam neki, hogy fölösen mondom, én nekem nincs meg a szakvizsgám, aztán 86-ban lett meg a szakvizsgám, én még nem akarok ilyen nagy feladatot vállalni, ugyan már katona voltam, meg, de mondom ezt még én, de köszönöm szépen. És akkor egyszer 87-ben megint, pont megint a diszipetit hozta be a térdével, és akkor mondtam, hogy hát megint felajánlott ezt a lehetőséget, és akkor megkérdeztem a főorvosodat, a Perjes főorvosodat, hogy oké, lentet lehet, csinálhatom. De mi volt a háttérben, azért el kell mondanom, hogy a főorvos úr, mint osztályvezető, személyzetének az osztályvezetője volt, és úgy csinálta mellette a videótont. És hát most nem nézték jól szemmel többek között ugye a QR főorvos úr, hogy a főorvos úr hát időnként munkaidőben hát a sportolókkal foglalkozik, igen, és nem a személyzeti betegekkel, és hát azért kért meg a főorvos úr a Horváth, hogy nem vállalnám el, mert nekem már kicsit kellemetlen volt az egész. Miként tudtad összeegyeztetni, hiszen a pályád is felfelő ívelő szakaszban volt teljes egészében a sportorvoslást, hiszen tudjuk, hogy a videót annál folyamatosan nagy terveket szőttek, és azért ez felelősséggel jár az orvos szempontjából is. Annak idején az akkori edzőktől nem volt annyira elvárás, hogy minden edzésnek a minden egyes percében a pályán legyünk. Tehát én mindig délután kimentem, a délután edzéseket a csapattal töltöttem, nyilván minden egyes mérkőzésen ott voltam, legyen az Szombathelyen nyáron, vagy legyen az februárban, Hóesésben, Nyíregyházán edzőmeccsen, de hát a csapat mellett voltam. Meg tudtuk oldani, mert a főorvos úr, a Perjes főorvos úr ebbe engedékeny volt, tehát hogyha volt olyan, hogy szóltak, hogy megsérült valaki, akkor főorvos úr, ki tudsz menni, és kimentem, és meg tudtuk oldani, úgyhogy ebbe a főorvos úr mindenképpen tehát partner működött volt. Működött párhuzamosan, annál is inkább, hiszen folyamatosan bővültek a szakterületeit. Ha most belelapozunk a Szent György Kórház honlapjára, akkor olvashatjuk, hogy dr. Kovács Ignác főorvos szakterületei gerincsípő, térd, vállizület, gyermekortopédia, csípőszülés, sportsérülések, sportorvoslás, baleseti sebészeti ügyelet, mozgásszervi protézisok, tehát nagyon-nagyon sok minden. Ehhez viszont néha hajlamos vagyok azt mondani, hogy kevés a 24 óra. Igen, ebben igazad van. Mondom, tehát ebben az időszakban nem kellett minden egyes edzésen ott részt vennünk. A mérkőzések általában ugye szombat-vasárnap voltak, tehát ott akkor is meg tudtam oldani akár helyettesítésekkel, akár ügyeletelcserésekkel a dolgokat, illetve hát az ember nem dolgozik minden hétvégén, és ez mondjuk ennek az egésznek a kárát sajnos a család látja meg, vagy látta meg annak idején, hogy a három fiammal talán kevesebb időt töltöttem volna el, mint ember amennyire el lehetett volna várni. Viszont jött az Albakomp, akkor Albakomp volt, igen, és ma Albafehérvár. A videóton után Albafehérvár. Egy olyan időszakban lehettél a csapat mellett, amikor egy fantasztikus generáció nőtt fel szemünk láttára. Csoda külföldiekkel máig emlegetjük Senonékat, és Dávid Kornélékat nem, különben Halmrólit, és így tovább. Ez egy különleges pillanat volt, ugye az első három bajnokság csoda volt. Ehhez viszont már egészen, ha úgy tetszik, komoly szerepet kellett, hogy játsz, mert hogy a kosárlabda nagyon is jól tudjuk, hogy rendkívül sérülésveszélyt hoz, tehát boka, térdizület, váll, csukló, sok minden. Hogy sikerült megbarátkoznod a kosárlabdával, hiszen ma már tudjuk, hogy ennek a legendás időszaknak az egyik legfontosabb letéteményese te magad voltál. Hát azért említsük meg dr. Brennel Ferenc nevét, ugye a urológus kolléga nevét, aki előttem volt a csapatnak az orvosa. És egy szerencsétlen betegség folytán ő
fél-egy évet kihagyott, ki kellett hagyni neki, és én így kerültem oda tulajdonképpen a csapathoz. Hát igen, kétségtelen, amit mondasz, hogy ez egy aranykor volt, mert hát egy olyan edzővel, hogy a Farkas Sanyi volt, aki hát nem ismert megalkuvást, rendkívül jó magyar maggal, nagyon jó külföldiekkel, és hát tulajdonképpen azt szoktam mondani mindig, hogy három bajnokságban én belecsöppentem. Hát jó, lehet, hogy én is valamit tettem érte, de igazából nem. Hát azért igen, hát a fiúk hát, a pályán megtették van, a magukét. Ez hát a korszak a... Nagy Gáborral, aki sajnos szintén nincs köztünk. Már, Mináróvics Jánossal, Farkas Sanyival, és mondom a fantasztikus játékosokkal, de ez fontos időszak volt. Ezt hogyan lehet egyáltalán feldolgozni egy orvos számára, hiszen párhuzamosan pedig ott volt neked a Szent György Kórház. Hát amikor a új főnököm lett, ugye Bucsi professzor úr, ugye, ő is tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy pártolta ezeket a dolgaimat, amik azért el kell mondani, hogy nem, tehát a munkaidőben ez nem tartozott be. Tehát én mindig úgy igyekeztem, hogy munkaidőn kívül csináljam ezt a sportorvoslást. Ugye sokan ugye azt mondják, hogy jönnek hozzám ilyen engedélyekért, hogy sportorvos engedély. Hát én nem vagyok sportorvos igazából, én csapatorvos vagyok, tehát a Viraton, illetve az Alba Komp, vagy Alba Fejevár mellett vagyok csapatorvos. Ugye újabban most már a női válogatott, női kosárválogatott mellett is vagyok, de eddig mindig meg tudtam oldani. Nagyon régen, amikor a Viratonnál voltam, akkor még volt egy olyan állami rendelet, hogy aki NB1-es csapatnál van, vagy válogatott mellett, az tulajdonképpen korlátlanul mehettem szabadságra. Így volt, amikor a Néru kupát megnyertük, és a Néru kupán kint voltunk, 28 napig voltunk. A Videotonnál. Akkor Videotonnál, igen, a magyar olimpiai válogatottként indultunk, igen, de a Videotonnál voltam. De akkor még mondom, az a 28 nap az teljes engedett szabadságot. Utána pedig ma már aztán a 2000-es évektől viszont már a saját szabadságomat használom. Megérkeztünk a jelenbe. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos egy bizonyos idő után, hogyha az ember összegzésre készül, de hát nyilván még aktív vagy, úgyhogy nem is összegzést kérek tőled, hanem melyek voltak azok a legfontosabb pillanatok, amelyeket soha nem felejtesz el? A pályafutásodban, a mindennapjaidban. Igen, említetted, hogy hát 56-ban születtem, tehát papíron már tavaly októberben elmentem volna nyugdíjba, de hát egyelőre maradtam, kivártam, hogy mi lesz. Sajnos ez a Covid időszak sem volt jó ebből a szempontból, tehát sajnos nem dolgoztunk annyit, most nem mondom azt, hogy hál' Istennek, mert hát nyilván munka lett volna. Azt kérdezted, hogy milyen hát mindenképpen azért el kell mondani, hogy a család, a három gyerek, feleségem, ezek mindig pártolták azt az egészet. A mindenkori főnökeim pártolták ezeket az én külön útjaimat a sportban, illetve hát a kérdezted, hogy milyen élményeim vannak. Hát persze egy ilyen korszak élet után persze, hogy vannak élményeim, tehát Mire gondolsz? Általában, tehát a sikerek, azok a visszajelzések, amelyek az orvosi munkádat dicsérik, azok a legfontosabbak. Az, hogy a beteg, az nyilván természetesen én is hibáztam, én is tévedtem, esetleg nem úgy voltam, hogy úgy, nem úgy beszéltem, vagy úgy viszonyultam betegekhez, ahogy kellett volna, de azért összességében azt kell mondani, hogy a mai napig is, ugyan már mondom, a félig meddig nyugdíjas lét mellett nagy műtéteket már lemondtam, de jönnek a betegek, hogy tudom, hogy nem operálja ezt a nagy műtétet, de itt van a kalapácsújam, vagy itt van a kezem, vagy itt az ujjam, vagy az unokám, vagy valaki, hogy az megoperálni. Tehát nyilván ezek, amik azért valahol
ezt visszahozzák, ezt a hangulatot, amit te mondasz, hogy miért választottak ezt a pályát, miért csináljuk ezt az egészet. Tehát ez így van a kórházban és a Life Centrumban egyaránt. Hát igen, természetesen. Most hát én akkor ehhez kívánok erőt, egészséget, sok-sok évnyi praxist még, hiszen azt tudjuk, hogy szükség van rátok ebben a városban is. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm. Kedves nézőink, fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Kovács Ignác ortopéd főorvos volt. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!